Nem akartok lefeküdni? Akarunk. Akkor menjetek. Rögtön utánad. Ne várjatok rám. Várni fogunk. És az alvás? Jobb álmosnak lenni, mint éhesnek. Tételből van bőven. Most igen, de ha elmegyünk, nem biztos, hogy a hűtőszekrényben maradna. Gondolod, hogy mindent megeszem? Nem gondoljuk, hanem tudjuk. A szúnyog kirogása nem a legundorítóbb hang. Megnézitek, hogy az üveg megrepett a sikolytól? Füleg biztosan. Az őrünk egy vámpír. Szörny! Vérszívó! Ti az alkonyatot nézzétek, vagy mi? Ha olyan lenne, mint a Twilight, nem futnánk ide. Ó, igen, vámpírrá válnék miatta. Én még a nevemet is megváltoztatnám. Arany Bella. Tökéletesen hangzik. Rendben. Megismétlem a kérdést. Nézted az alkonyatot? Nem, ő egy ijesztő vámpír. Rém! Vérszívó! Logika szaga van. Remélem, hogy csak most. Ő egy igazi vámpír. Rémületet hoz. És vért szív. Egyelőre sok közös van bennetek. Aki viccet csinálta, az a hibás. Hey! Lélekben veletek vagyunk. És fizikailag? Itt magadra maradtál. Hallatok minket egyáltalán? Van itt egy nagyra nőtt denevér. És ezúttal még csak nem is egy bunkó sötét felé. Ezt nevezette kötekedésnek? Igen, persze. Ha most trágyabogár lárvának neveznél, amely mérgező nyálkás és bűzt hagy maga után, az már vicc lenne. De ez semmi. Várj, le kell írnom a jövőre nézve. Barátaim, írjátok meg hozzászólásokban, hogy mi a vámpírunk neve. Lájkoljátok, ha azt akarjátok, hogy a csatornánkon maradjon. És iratkozzatok fel. Befejezted a stand-up órát? Valójában egy vámpír sétálgat a házban. Miből gondolod, hogy vámpír? Van agyara. Rinónak, Bulldozernek és Geraldnak nincsenek agyarai. Nem tudom. És szerintem ők semmivel sem kevésbé veszélyesek, mint a mi sovány biztonságunk. Ez minden, amit csináltok. Miért nem hisztek nekünk? Miért hinnénk? Mindig hazudsz. Mikor? Nincs mit felmennem, de az egész az tele van a cuccaimmal. 5 perc múlva készen leszek, de még el sem kezdtem készülődni. Nem sértődtem meg, de egy apa bocsánatot kért, különben megbánod. Ezúttal az igazat mondjuk. Mindig ezt mondod. El tudod képzelni, hogy a lányok azt hiszik, hogy egy vámpír vagy? Igen, Dracula gróf. Nos? Igen, az. Nos, mi megmondtuk. Vár, mi? Van egy ellenségünk. Hát én meg nem csináltam semmi rosszat. Javaslod, hogy várjunk? A legjobb védekezés a támadás. Nincs mivel támadnunk. Akarod, hogy kiköpje az agyarait a nevetéstől? Nem a külsőségek számítanak, hanem a tartalom. Ezt mondja okos a könyvekről. Csak nekem a tartalom nem tetszik néha még jobban, mint a külseje. Ők sem őrülnek, érted? Ne aggódj! Mitől félnek a vámpírok? Van Helsing, Leloid... Itt van Buffy. Buffy a vámpírvadász. És tudod, hogyan kell hívni őket? Behívjam a filmstúdiót. Szentelt víz. A vámpírok félnek a szentelt víztől. Van ilyenünk? Nem hiszem, hogy nehéz lenne megszerezni. Mindig azt mondták, hogy egy szent hely soha nem üres. Tehát segíthet. Fúj, elment az eszed. Úgy értődik, hogy ha rosszul viselkedsz, elvisz az árvaházba és szerez egy másik fiút. És azt gondoltam. Nem, barátom, tévedtél. Elnézést kérek a zavarásért, de van vér.
Nincs. Nem látod? Elfoglaltak vagyunk. Nincs időnk rád. Menj, kérdezz mástól. Elnézést kérek. Esetleg próbálj meg rendelni szentelt vizet az eBay-en, vagy az AliExpress-en. Meg kellene próbálnunk szentelt vizet rendelni az eBay-ről, vagy az AliExpress-ről. Csodálatos ötlet! Szép munka! Szóval, hol van ez a fokhagyma? Mikor annyira szükség van rá? Mindet kidobta. Ne gyere közelembe! Mit szólnál egy harapáshoz? Ismerem ezt a harapást. Mindig ezt mondom, de aztán megezzem az egészet. Adok neked egy csomag chipset. Rendben, rendben, vedd el, semmi baj. Most mi lesz? Ha egyesítjük ezeket a dolgokat, fegyverünk lesz a vámpír ellen. De hogyan kombináljuk? Ragasztással vagy ragasztószalaggal? Levágjuk a karót. Miért nem a lusta sárkányos könyvből vettük ki? Mert fából kell lennie, mint a fejednek. Sajnálom. Foglaltak! Azt akartam mondani, hogy tudok karókat vágni. Most ingyen. Tényleg segíteni fogsz, csak így? Nos, én nemet akarok mondani egy kis harapásra. De azt hiszem már feladtam. Köszönjük! Szívesen. Köszönöm, ez nagyon kedves tőled. Készülj fel a végzetre és az örök feledésre. Mi? Szükséged van egy nyárfakaróra. És mi az? Nos, nekem ez csak egy nagy fogpiszkáló. Jaj. Nem vagyunk túl jó harcosok. Igen, nem véletlenül akartál árvaházba tenni. Csak viccelt. Még valami ötlet? Ha nem tudjuk legyőzni, akkor rúgjuk csak ki. A csak ebben az esetben haszontalan. És hogyan csináljuk ezt? Kapcsoljuk be az agyunkat. Mit csináltok? A kapcsolót keressük. Nektek biztosan nincs. Ki kell csalogatnunk az utcára. Nem valami barátságos a napsütéssel, és nem valószínű, hogy beleegyezik egy sétába. Kell egy csali. Van önkéntes? Értem. Miért ültök itt? Biztos unatkoztok? Mit szólnátok egy egyszerű teszthez? 23 oldalhoz? Semmi. Az áldozat kiválasztva. Ha? Szép, biztos vagy benne, hogy ez segíteni fog? Igen, igen, ez majd enyhíti a fájdalmat a nyakadon, vagy az agyarakon. Mit? Azt mondom, hogy az orvosok ajánlják. Maradjon itt is, ne mozduljon. Ebéd, ebéd, finom, szinte friss, 20 évvel ezelőtt volt. Hé, nem akarsz falatozni? Azt hittük éhes vagy. Nem, nem szeretem az aszalt gyümölcsöket. Szép! Meddig kell még itt állnom? Nem tudom kihúzni a nyakamat. Itt is van! Van egy meglepetésünk számodra. Micsoda? Ez általában az a fajta meglepetés, amit vissza akarsz küldeni a feladónak. Ezúttal nem. Egyszerűen nem vesszük vissza. E
Ez egy ingyenes fogorvosi időpontra szóló igazolás. Hogy az agyaraid olyan egészségesek és félelmetesek legyenek. Köszönöm. Már úton vagyok. Elfelejtettem. Mit felejtettél? Hogy félek a fogorvosoktól. Úgy döntöttünk, hogy együtt erősek vagyunk. És nem kell gondolkodnunk, ha van az öklünk. Szóval nagy magad távozol, vagy mi segítünk neked. Igen, igen, igen. Talán nem kellene. Nem kell feldühítened minket. Aha, nagyon sok rossz fiút megvertünk már. Tényleg? Olyasmi. Srácok, ez hülyeség! Megharapott! Engem is! Bocsánat, mondtam, hogy ez hülyeség. Macskának vagy, kutyának vagy, nekem nem fáj. Miért akarnak elüldözni? És akkor mi van, ha egy kicsit meg akarom őket harapni? Mi olyan nagy ügy? Kapzsi szemetek. Hé, félénk harapos, nem akarsz velünk játszani? Akarok. Vampír Pepa malac. Szép szín, de miért nem piros? Színvak vagy? Nem tetszik, úgy néz ki, mint egy kolbász. Nem kellett volna az összes tükröt kivenned, hogy látosd magad rózsaszín egér. Ő nem Dracula gróf, hanem Rozakula gróf. Igen, én másképp képzeltem el az igazi gonoszt. Kegyetlenek vagytok. Ez a szín nagyon jól áll nekem. Ez biztosan nem olyasmi, amiről egy pszichiáter beszélni akar veled. Ezért a köpeny az egyetlen barátom. Megvéd az olyan arrogáns bolondoktól, mint ti. Megvédett a vadkanvadászoktól. Ez volt a sálam, amikor szomorú vámpírfilmeket néztem. Melegen tartott éjjelente a hideg lélektelen koporsómban, és a barátom kidobásait egyik őtöket fel kell áldoznotok nekem. Oké, elég. Ez egy kicsi túlzás. Rendben, még próbát megért. De attól még megbántottál. Rossz a lelkiismeretem. Általában még a gyomorrontás sem érinti. Köszönöm. És bocsássatok meg. Miért? Ha, mert ilyen naív vagy. Ez a rongyot a padláson találtam. Ennyi. Ideje használni a nagyágyúkat. Mi az? A nagymamát is elhoztad? Inkább adnám magam egy vámpírnak. Mary Johnsonról beszél. Ó, a mi lapátunk szoknyában. Működhet. Mindennél jobban ki tud rúgni. Igen, szórakozás és öröm. Biztos vagyok benne, hogy amint rájön, hogy ő a vámpír, akkor kitoloncolja az erdőbe. Gyerekek, a vámpír marad. Hogyan marad? Ennyi. Megfenyegette magát? Hipnotizálta? Megvesztegette? Nem is érdekli, hogy vámpír. Annyi éven át ittad a véremet, az erőmet és a fiatalságomat, nem mondok le róla. Megpróbáltam. De nem jött össze. Úgy értem, ő veszélyes. Megidéztél mindenféle gonoszsággal. Testet cseréltél egy macskával, és valaki még engem is megpróbált megharapni. Na most ki a fenyegetés? És kiszületik állítólag romlott fejjel. Nem is rohadt. Megszagoltam. Velünk
fogjuk hagyni őt olyan, mint egy idegszájú embert hagynának az édességboltban. Termékeny beszélgetést folytattunk, és kölcsönösen előnyös eredményre jutottunk. Megetetsz minket vele, és örökre egy másodmagadban maradsz? Nos, vagy addig a pillanatig, amíg napozni akarsz. Ne harabd meg, megmérgezed magad. Tetszeni fog nekünk ez a végeredmény, vagy mint mindig? Új barátunk velünk fog élni, és cserébe elűzi a tolvajokat és a bosszantó szomszédokat. Ráadásul nyugdíj kedvezményt is kapunk a boltban. Hurrá, 5 rubel kedvezmény. Akkor diétáznia kell. Megegyeztünk. És ne csináld ezt, kérlek. Barátaim, találjatok ki egy nevet az új barátunknak. Ha azt akarjátok, hogy örökre velünk maradjon, és iratkozzatok fel, különben nem fogjátok megismerni. Ha olyan lenne, mint az alkonyatból, akkor nem, én... Na. Még egyszer. Dracula. Úgy érti, hogy ha rosszul viselkedsz, akkor árvaházba kerülsz, és egy másik fiút vesz magához. Van önkéntes? Önkéntes? Önkéntesek. Többes szám. Na. Önkéntesek. Önkéntes. Na, gyerünk még egyszer. Szerintem az önkéntesek azok nem igazán. A te kinézeted az zseniális. Furcsa inkább. Mit gondolsz abban? Bocs. Már annyiszor kezdjük újra az egészet, hogy igen. Mit csinálsz? Még egyszer. Hey. Ez a köppeny az egyetlen barátom. Azok a fogak? Nem is olyan rohadt. Megszagoltam.